Mindig együtt vannak, jó rájuk nézni, mert hatalmas az összhang két vendégünk között. Köszöntjük a stúdióban Götz Anna és Böröndi Tamás színművészeket. Jó reggelt! Szép reggelt kívánok! Jó reggelt! Pont ezt beszéltük itt még most is, hogy így jó rátok nézni, hogyha nem haragszotok a tegezésért. Mennyire könnyű megőrizni ezt a harmóniát? Egyrészt most már hány év után? 8 év után? Körülbelül. Úgyhogy a magánéletben is, meg azért a színpadon is együtt dolgoztok. Mondja, azért mondanám, mert én évek az idős. Nem, bennem érdekes dolog fogalmazódott meg, hogy amikor mi megismertük egymást, olyan érzésem volt, hogy a szerelem és a tisztelet egyszerre érkezett meg. Hmm. És szerintem meg ez a titka. Havassuk be egyébként, bocsánat, a nézőket is, ugye nem titok, hogy mind a ketten, és ezt nem ciki kimondani, azt gondolom, elvált emberek vagytok, gyermekes elvált emberek, és ezt követően azért már nem a 20-as éveitekben találtatok egymást. Így van. Igen. Méghozzá a színpadon? Hát nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, körülbelül 30 éve. Tamás akkor végzett a színművészetén, amikor én bekerültem, és mindig figyelemmel kísértük egymás életét, pályáját, és mindig nagyon örömmel, nagy örömmel köszöntöttük, fogadtuk egymást, hogyha éppen keresztezték egymást az útjaink. De 8 évvel ezelőtt volt egy olyan helyzet, amikor a Kaktuszvirágában együtt próbáltunk, és együtt játszottunk, és hál' Istennek azóta is nagy boldogság számunkra, hogy a Vidám színpadon is játszhatjuk ezt a darabot nagy sikerrel, és itt a munka folyamán mind a ketten nagyon nagy mélyponton voltunk az életünkben, és annyit beszélgettünk, hogy egy igazán mély barátságból lett egy igazán nagy szerelem. Én nem is mennék el amellett, amikor Tamás mondtad az imént, hogy azt hiszed, hogy ebben ez a legcsodálatosabb, hogy a szerelem és a tisztelet együtt. És itt a tisztelet. Igen, ez... Igen. Az az érdekes, hogy amikor próbáltuk a darabot, egyszer csak azt vettük észre, hogy próba után ott maradtunk, és úgy maradtunk. Mm. Tehát elkezdődött egy beszélgetés, aminek nem is tudom, a végtelen jelet lehetne tenni a végére. Nem volt vége, és valami olyan összhang, olyan félelmetes dolgok történtek, amikor nem egyszer, nem kétszer, egyszerre mondasz ki valamit. De legyen ez hétköznapi dolog, vagy szakmai, teljesen mindegy, de tudod, amikor kimondod, és akkor ránézel a másikra, könyv megy a szemed, és azt mondja, Úristen. És ez a mai napig így van. Semmit nem kopott, ez 8 év. És visszatérve arra, hogy hogyan tudjuk ezt megőrizni, valami hasonló kérdés hangzott el, hát talán úgy, hogy azért az ember az élete folyamán nagyon sok mindent tapasztal, tanul, és megpróbálja ezeket nem újra elkövetni, illetve újra ugyanabban folyóban, igaz? Így van, fejlődni, ez egy nagy személyiségfejlődés is nyilván, és tényleg azokat az értékeket megőrizni és megtartani a kapcsolatunkban, és kikerülni azokat a hibákat, amik nagyon sokszor nagyon rossz felé vitték a kapcsolatot, a kapcsolatainkat az előtte levő életünkben. Bevallom őszintén, én furcsán nézem azokat, akik ugye nagy dobra verik azt, hogy megházasodnak, gyereket szülnek, stb. Ti ezt viszonylag csöndben tettétek, olyannyira, hogy nekem így utána kellett néznem egy-egy. Igen, egy-egy cikk jelennek ezzel kapcsolatban, viszont én azt mondom, hogy ennek lenne példaérték, és örülök is, hogy itt vagytok a stúdióban, mert szó szerint egyébként mi arról beszéltünk otthon, na, ez egy példaértékű dolog. Emberek, akik megtalálják életük kellős közepén a megfelelő párt, és bevállalják azt, hogy igen, így is lehet. Bocsánat, tudod, mi az érdekes, hogy amikor erről egy párszor beszéltünk, azt lehetett érezni azok szeméből, akik kérdéseket tettek föl, hogy és nem tudva arról, hogy esetleg neki gondjaik vannak, hihetetlen reményt adtunk nekik. Láthatóan. Azt lehetett érezni, hogy csak a vonat késik, semmi más, tudod. Tehát, hogy nem kell leírni senkinek így az életét. Így van. Tény, hogy nagyon nagy szerencse is kell hozzá nyilván, hogy pont jókor, pont akkor, mert sokat beszélgettünk arról,
ez egy visszatérő refrén, főleg Tamás részéről, hogy hol voltál eddig, hol voltál eddig. Itt akkor kellett. Meg kellett érkeznünk mind a kettőnk. Mind a kettőtök útját be kellett. Nyilván 20 évvel ezelőtt mind a ketten teljesen máshol tartottunk. És másképp gondolkoztunk, igen, nyilvánvaló. Tehát. És tanulnunk kellett, hogy idáig eljussunk. Ez tényleg vannak olyanok, akik egyébként kérdeznek ezzel kapcsolatban tőletek, hogy ezt hogy kell csinálni? Igen, nagyon sokan. Ó, nagyon sokan. Nagyon sokan. Aféle pszichológusként is operáltok ezek szerint most. Hát én meg kell mondjam neked, hogy a legelején én nagyon-nagyon sokat segítettem az Annának, tehát igazából... Tamás volt az én pszichológus. Igen, tehát ő még ugye benne volt a kapcsolatban, és igazából nem az lett a... Tehát nem a mi kapcsolat, a találkozásunk vetett ennek véget, mert nagyon sokáig pont egy vállás közepén volt. Annának próbáltam segíteni, kihúzni, és akkor egy nagyon kedves pszichológus barátunk, amikor az Annát elvittem, hogy mégis azért ő, és mondta, hogy egy hétig azt hiszem nem ért rá, vagy hogy volt? Igen. Valahogy nem ért rá Kati barátunk, és mondja, hogy Tamás, azt mondja, te, amit egy hét alatt végezte, azt mondja, neked diplomát kéne adni pszichológiából. És az ott a legjobb barátnőm ő, és a tanunk is ő volt. Az esküvőn, igen. Hoppá, dolgok nem történnek véletlenül, ugye? Igen, szokták volt mondani. Nem haragszatok, hogy ma színpadi szerepekről nem beszélünk, elvitte, és úgy volt jó, de visszavárunk benneteket majd azzal kapcsolatban is, hogy hol láthatunk, illetve nézők a 2019-es esztendőben. Nagyon örülünk, hogy itt voltak. És nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a pénzt. Mi is köszönjük.